Sziasztok! Ezúttal egy újabb nagy kedvencemről, Móri Zsigmondról lesz szó. Röviden megismerkedünk az életének a legfontosabb eseményeivel, és az írói művészetének a legfontosabb sajátosságaival. Kezdjünk is bele, nagyon röviden beszéljünk az életéről. Móri Zsigmond kifejezetten egy egyszerű sorból származó költ, költő, író, bár verseket is írt, például a Török és a Tehenek című örökbecsű művet, de szóval az a lényeg, hogy, hogy ő egy nagyon egyszerű sorból származó szerző. Tiszacsécsén született egy földműves családban, és sokan voltak testvérek, és tulajdonképpen az egész gyerekkorát átszőtte a szegénységük. Nagyon nehezen boldogultak, az édesapja napszámosként dolgozott, nagyon sokat nélkülöztek, egy idő után egyébként prügyön éltek. Ugyanakkor... A szülei mindvégig nagy gondot fordítottak arra, hogy az összes gyereküket kitanítassák, és nagyon nagy energiát fordítottak arra, hogy a kis Zsigmond is minél jobb iskolákban tanulhasson. Így került először a Debreceni Református Kollégiumba, egy darabig odajárt, utána Sárospatakon is járt iskolába, de ott nem érezte jól magát, és nem is tanult jól, meg is bukott több tárgyból, úgyhogy végül is a középfokú tanulmányait az kisújszálláson fejezte be, ugyanis az édesanyjának a testvére ott volt igazgató, így oda került, és végül is elég jó eredményen sikerült leérettségiznie. Utána Debrecenben beiratkozott az egyetemre, egy darabig teológiát, majd jogot hallgatott, és aztán 1900-ban költözött fel Budapestre ott is járt egyetemre egy darabig, jogra, aztán a bölcsészkarra is járt, de végső soron nem szerzett diplomát, viszont ő is megfordult azokon a bizonyos négyesi László féle stilisztika szemináriumon, ahol a későbbi nagy nyugatos költők közül többen is tanultak, így például Juhász Gyula, Kosztolányi, Tóterpát, Babics Mihály, tehát ő is ismerte őket az egyetemről, ezeket a fiatal költőket. Tehát felköltözött a fővárosba 1900-ban, és itt sem mentek kezdetben anyagilag túl jól a dolgok, egy icipici szobában lakott a Nádor utcában, albéletben, és hogy meg tudjon élni, ehhez először mindenféle kisebb hivatali állásokat vállalt, mindaközben neki már jelentek meg egyébként írásai, de hogy, de hogy még messze volt attól, hogy ebből meg tudjon élni. Szóval hivatali állást vállalt, óraadó tanár is volt, és aztán az újság című Gyerek újsághoz került oda mixált hívására, ott lett a Gyerekrovat szerkesztője. Úgyhogy nem véletlen, hogy valószínűleg nagyon sokan az első, ö, első időszak, amikor Móricz Móric műveivel találkoztatok, az valahol az óvoda környékén lehetett, és például a, a, török, a már emlegetett török és a tehenek című versike is tőle származik, vagy a két borsökröcske. Tehát ő a gyerekirodalomban is alkotott néhány olyan szöveget, amik bekerültek a köztudatba, és nekem például a gyerekkoromnak alapélményei ezek a szövegek a Vörös Sándor versekhez hasonlóan. Mindeközben több népköltészeti gyűjtőutat is tett, tehát egyrészt népdalokat gyűjtött, másrészt népmeséket a Kisfaludi Társaság megbízásából. Egyébként Móricz egész életében nagyon szerette járni a vidéket, ha módja volt rá, akkor külföldre is elutazott, de nagyon sokszor volt olyan már beérkezett íróként és hogy egyszer csak fogta magát, és akkor nekiindult az országban, és utazgatott, az, és beszélgetett az egyszerű embereket. Tehát mindvégig nagyon erősen ez a, ez a vidéki kötődése, az egyszerű falusi életmódhoz való kötődése, ez mindvégig megmaradt. És aztán majd arról is beszélünk, hogy nagyon szívén is viselte a, az egyszerű falusi embereknek a sorsát. Aztán jött az első világháború, kezdetben Móric is támogatta a, a, háborút, tehát őt is elkapta ez a háborús ö, lendület, ez a háború, háborús lelkesedés, el is ment haditudósítónak 1915-ben, és ott aztán szembesült az első világháborúnak a, a, zord és nyers valóságával, és igen hamar belátta, hogy, hogy ez egy ez egy pusztító háború, és megfordult, vagy megváltozott a véleménye erről az egészről. Aztán a tanácsköztársaság idején szerepet vállalt az irodalmi tudományos életben. Ennek következtében a tanácsköztársaság leverése után őt elég sokszor meghurcolták, Móric nem tartozott a holti rendszer kedvencei közé, tulajdonképpen nagyon sokáig csak a nyugatban, illetve az est lapokban publikálhatott. Az est az, az egy napilap volt, de egy picit ilyen, hát talán egy picit ez a bulvárosabb vonal, tehát az a lényeg, hogy nem számított egy komoly irodalmi folyóiratnak. És nem csak publikált a nyugatban, hanem szerkesztette is a nyugatot Osvárt Ernő halála után, mégpedig Babitsal közösen, Morici volt Morici volt idézőjelben a prózarovat, de nem nagyon tudtak jól boldogulni, nem egyezett az elképzelésük arról, hogy mi lenne a nyugatnak a feladata. Morici szívesen elvitte volna egy kicsit ilyen közéletibb irányba is a nyugatot, de Babics, ugye, mint tudjuk, nagyon kerülte a nyílt, tehát hogy mondjam, a, a társadalmi közéleti kérdésekkel való nyílt foglalkozástól, eléggé távol tartotta magát. Úgyhogy ebben nem nagyon tudtak megegyezni. Úgyhogy 1933-ban Múric végül is ott is hagyta a nyugatot. És aztán kezdődött egy új szakasz az ő irodalmári munkásságában, és itt muszáj egy pár szót beszélnünk arról a, arról a vitáról, nézetkülönbségről, ami a 20-30-as évektől kezdve jelent meg a magyar irodalmi életben, és bizonyos fokig a mai napig tulajdonképpen érezhető a hatása a Magyarország irodalmi életben. Ez az, amit úgy hívunk, hogy népi urbánus vita, vagy népi urbánus ellentét. Móricz Zsigmond tulajdonképpen a népi íróknak egyfajta vezér alakja lett, és 1939-től haláláig szerkesztette a Kelet Népe című folyóiratot, amely már a nevében is jelzi, hogy a nyugathoz képest egy nagyon más eszmerendszert képvisel, vagy gondolatrendszert képvisel, más a koncepciója az irodalomról. Itt most nincs mód ezt hosszan taglalni, nagyon-nagyon leegyszerűsítve a népi írók mozgalma, mint mondtam, a 20-as-30-as évektől van jelen az irodalomban, és nekik az a céljuk, azt tartják az irodalom legfontosabb feladatának, hogy a legszegényebb vidéki néprétegek azok, azoknak a tehát a társadalom azon részére fordítsák a figyelmet, amelyekről a legritkább esetben esik szó, hogy az ő hétköznapjaikat ábrázolják, és hogy felhívják a figyelmet a társadalmi igazságtalanságokra, az ő szociális problémáikra. Tehát ők a népírók, mondom, nagyon-nagyon leegyszerűsítem ezt, ennél egy picit összetettebb a kérdés. Az urbánus írók figyelme pedig elsősorban a modern városi emberek felé irányul, és az ő irodalmuk elsősorban ezzel foglalkozik. Tehát maga móric lett a, a népi írók egyik fő vezér alakja. Azért is nehéz ez a kérdés, mert ez aztán nagyon sokszor kifejezetten aktuál politikai felhangot is kapott ez az alapvető koncepcióbeli különbség, de erről most nincs is mód igazán többet mondani. Azt még elfejtettem mondani, hogy nemcsak, hogy publikált a nyugatban Móric és egy darabig szerkesztette is, de nagyon jóban is volt Adival, de erről majd még egy kicsit később beszélünk. Na beszéljünk nagyon-nagyon röviden a magánéletéről, mert ugye nincs erre túl sok idő, de nagyon érdekesen alakul, nagyon sok furcsaság van Móric életében. Pesten ismerkedett meg. Holics Eugéniával, akit mindig csak Jankaként emleget, meg így is maradt benne a köztudatban, az irodalmi köztudatban, hogy Holics Janka. Ő egy szintén nagyon egyszerű sorból származó, tanító nőként dolgozó ö, nő volt. Össze is házasodtak 1905-ben. Itt van is egy fotó, ami a, az esküvőjük napján készült. És ö, három lányuk született. Bocsánat, most egy picit vissza kell ügyeskednem magam tehát három lányuk született, volt, volt azt hiszem, hogy két olyan gyerekük volt, aki, aki, még kicsi korában meghalt, így például az első gyerekük egy kisfiú volt, akit, akit Adi után Bandikának neveztek, de azt hiszem, hogy egy éves korában meghalt, Na mindegy, ezek nem annyira lé, lényeges részletek. Tehát ő volt az első felesége, itt még mutatok néhány képet. Itt a, a ja, hár, igen, három lányuk született, Virág, Gyöngyi és Lili, itt a legidősebb lányuk, Móricz Virág látható, aki egyébként felnőve maga is ö, írt, meg illetve írt egy könyvet ö, apám regénye címmel. Itt a három lány látható megint. Tehát tulajdonképpen ö, egy boldog házasságban éltek egészen addig, amíg egyszer csak 1925 vagy az 1920-as évek közepén Móricz beleszeretett egy színésznőbe, Simonyi Máriába. Ugye Móricznak nagyon sok művét színpadra vitték, ő nagyon sokat dolgozott színházban, és itt beleszeretett ebbe a színésznőbe, aki nagyon sokáig hárította az ő, ő ostromát, az ő udvarlását, de de ettől függetlenül Móricz kitartott mellette, és ez egy idő után a feleségének is a tudomására jutott, hogy a férje más szeret, és, és uh, Janka végül az öngyilkosságba menekült. Tehát 1925-ben, 20 év után az ő házasságuk a feleségnek az öngyilkosságával ért véget. És aztán végül is Simonyi Mária egy idő után kvázi beadta a derekát, és uh, egymásba szerettek, és össze is házasodtak 1926-ban. Ami hát egy kicsit azért lehet képzelni, hogy kivette a biztosítékot úgy a közvéleményben, meg a, meg a Móricnak a lányai között is, hogy gyakorlatilag a, a gyászévet sem vártak ki, és újra házasodott. De aztán egy idő után kihűlt ez a kapcsolat, ennek nem lett olyan drámai vége, mint az első házasságnak, de úgy szép lassan eltávolodtak egymástól, és aztán 1936-ban saját bevallása szerint a Szabadsághídon, amit akkor még Ferenc József hídnak hívtak, ott találkozott Móric egy fiatal lányal, egy alig 20 éves lányal, aki a Dunába akarta vetni magát, öngyilkos akart lenni, de beszélgetésbe legyettek, és így ismerkedtek össze Litkei Erzsébettel. Litkei Erzsébet, akit Móric, meg úgy egyáltalán megint csak az irodalmi köztudat csak csibeként emleget, egy nagyon-nagyon szomorú sorsó, sorsú, szintén nagyon nagy szegénységből származó ö, lány, aki állami gondozottként élt nevelőszülőknél, és nagyon sanyarú sors jutott neki, tehát nagyon rossz nevelőszülőket kapott, nagyon sokat bántották, és ö, ennek a lánynak a sorsát egyrészt az úgynevezett Csibenovellákban örökítette meg Móricz, és ezen kívül, tehát ezeknek a csibenovelláknak az anyagából pedig megért az Árvácska című regényét, ami az egyik legmegrázóbb Móricz regény, mert hát ugye az egész magyar irodalomban az egyik, egyik le, legmegrázóbb regény. Na szóval, hogy magához vette ezt a Litkei Erzsébet nevű fiatal lányt, itt látható egyébként, egy nagyon korai fotó róla, akinek már volt egy gyermeke. Ugyanis ez a szegény lány fölkelülve a fővárosba, nagyon nehezen tudott megélni, alkalmi munkákból tudott csak megélni, és viszont bizony volt olyan, hogy amikor ezt az alkalmi munkát a prostitúció jelentette, tehát alig volt 20 éves, de már volt egy pár éves kisfia. És Móric nem, csak a, nem csak magához vette, hanem, hanem örökbe is fogadta, tehát lányaként nevelte, és egy idő után a lánynak a fiát, Imrét is magukhoz vették őt is a nevére vette, tehát ő Móric Imreként élte a további életét, Litkei Erzsébet pedig Litkei Móric Erzsébetként aztán később férhez is ment itt van egy másik kép egyébként, itt már tehát hogy mondjam, itt, itt csibe már egy picit nagyobb és látszik, hogy tulajdonképpen hogyha a megfelelő körülmények ahogyan megfelelő körülmények közé került, egy nagyon szép nagyon csinos lány lett belőle, és egyébként tanítatta is Móric és később hivatali állásokat vállalt, és tulajdonképpen egy, egy teljesen polgári életet tudott élni. Ami a csavar a történetben, hogy a Móricz naplóiból aztán kiderült, hogy, hogy itt korán sem egy apa lánya kapcsolatról volt szó, hanem az egy szerelmi kapcsolat. Tehát tulajdonképpen Csibe az Móricznak a kései szerelme, és aztán ugye már elindultak a plegykák, hogy lehet, hogy, hogy ez az egész sztoria a szabadsághidas találkozóról, ez, ez tulajdonképpen csak egy fedő történet, és nagyon úgy tűnik, elég nagy a valószínűsége, hogy, hogy ők valójában már korábbról ismerték egymást, és hogy valójában a kisfiú is, Litkei Erzsébetnek, Csibének a kisfia is, valójában Móricnak a vér szerinti fia. Erre bizonyítékok nincsenek, de direkt ide tettem, azt hiszem, hogy pont majdnem pontosan két éve halt meg Móric Imre, nagyon szép kort élt meg, és egy jó nevű mérnök lett egyébként, tehát Móric Zsigmond őt is kitanította, tehát ha ránéztek az arcára, akkor látszik, hogy nagyon hasonlít. Ez egy akkori ez egy régebbi fotó, annyi idősít Móric imre, mint Móric Zsigmond ezeken a képeken amiket itt látunk, ugye viszonylag a mai fogalmaink szerint nem volt túl öreg, mikor elhúnyt, tehát 65 évesen halt meg. Ez természetesen nem azért mondtam el ezt a hosszú történetet, hogy ez bármiben is befolyásolná Móricz Zsigmond uh, irodalmi értékét, tehát ettől sem jobb, sem rosszabb író nem lesz, viszont úgy gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon érdekes sztori, meg kicsit, tehát hogy mondjam, a korabeli viszonyokról is eléggé sok mindent elmond, illetve nekem azért érdekes ez a történet, mert én meg abszolút úgy tanultam, hogy Csibe ő a nevelt lány, és hogy őt, hogy ott, hogy ott, hogy ott egy ilyen szülő-gyerek viszony volt. Tehát így szemérmesen erről hallgatott az irodalom történet nagyon sokáig, és most sem feltétlenül biztos, hogy ez köztudott tény. Na de ennyit Móricz kalandos magánéletéről. Ja, egyébként igen, 1942-ben agyvérzést kapott, akkor akkor Csibével és Imrével éltek együtt lányfalon. Az utolsó éveit a lányfalusi nyaralójában töltötte Móricz, Itt lett rosszul, és aztán pár nap múlva meg is halt agyvérzésben. Jó, na még nagyon gyorsan. a az ő írói világáról. Móricz, mint mondtam, nekem az egyik legnagyobb kedvencem, de nem ez a fontos az irodalmi kánon szempontjából, hanem az, hogy, hogy egy máig ható szerzőről van szó, aki nagyon termékeny, nagyon sokszínű az ő életműve, és tényleg én úgy gondolom, hogy világirodalmi mércével mérve is ő egy nagyon tehetséges és nagyon színvonalas szerző. Hogyha az előképeket nézzük, akkor nagyon erősen hatott rá Jókai és Mixát, pontosabban a Jókai és Mixát féle prózának ez az anekdotikus hagyománya. Ha emlékeztek, az anekdóta az egy szóban elmondott, sokszor csattanóra végződő történetet jelent, ami főleg Mixátnál nagyon meghatározó. És ez Moritznál is megjelenik, de nála már ez az anekdotikus történetmondás az inkább eszközé válik, a valóság ábrázolásának az eszközévé, arra, hogy, ezt a, hogy, hogy, egyfajta hangulatot teremtsen a szövegeiben, de ezeket majd a konkrét műelemzéseknél fogjuk látni. Hogyha stilárisan akarjuk őt belőni, akkor azt lehet mondani, hogy a realizmus és a naturalizmus stílusjegyei figyelhetők meg az ő művészetében. Azt is szokták mondani, hogy Móricz a magyar realizmus egyik legnagyobb alakja, és ez igaz is nyilván, de az ő prózája már nagyon sokszor elmozdul a naturalizmus irányába. Most megint már fogy az idő, de nem bírom megállni, hogy ezt a realizmus-naturalizmus kettősséget egy picit rendbe tegyük ezeket szokták keverni, sokszor használják szinonímaként, és egyébként rokon is egymással a két fogalom, de azért nem teljesen ugyanaz. Közös vonás a realizmusban és a naturalizmusban, hogy mind a kettő a valóságot igyekszik ábrázolni, tehát az a célja, hogy egy nagyon erős tükröt tartson az olvasó elé a világról. A különbség abban van, az ábrázolás módjukban van a különbség, a realizmus ugyanis az embert azt inkább ilyen társadalmi lényként ábrázolja, és nagyon higgadtan, nagyon tárgyilagosan, érzelemmentesen ábrázolja az ábrázolásának a tárgyát, míg a naturalizmusban nagyon erősen megjelenik az embernek az ösztön oldala. Éppen ezért a naturalista próza az is tárgyilagosságra de sokkal sokkal színesebb. Tehát nagyon sokszor megjelennek benne például uh, slang kifejezések, vagy a jó sértő kifejezések, a szexualitás, az erőszak, a sokszor sokkal explicitebben van jelen a naturalizmusban, mint a realizmusban. Nekem annak idején a, a gimnáziumi magyar tanárom ezt úgy magyarázta el, hogy a realizmus az olyan, mint egy nagyon jó, nagyon életű festmény. A valóságról a naturalizmus pedig olyan, mint egy, mint egy, nagyon erős fénykép. Tehát van egyfajta ilyen fokozatbeli különbség a kettő között. Visszatérve Móricznak a prózájára, ha azt megnézzük, akkor azt veszük észre, hogy nem egy, nem egy ördöglakat a Mórici próza. Tehát ö, nem különösebben bonyolult az elbeszélés módja, a narrációs technikái nem nagyon összetettek, egy folyamatos idővezetés Jellemzi ok-okozati ok összefüggések szervezik az ő prózáját. Tehát én, az, én azért is szeretem Móricot, mert egyfelől van benne egy ilyen fajék egyszerűség. Tehát Móricot lehet olvasni, azt mai szókincsel is nagyon jól érthetően lehet olvasni, sőt, a főleg a novelisztikájában nagyon szikáros stílusan, nagyon tárgyilagos, és mégis valami akkora erő árad az ő prózájából, ami egészen sajátod, sajátos. Tehát sokszor pont ez az eszköztelensége adja az erejét annak, ahogyan az ő Témá, ahogy a nő a témáját ábrázolja. És ez a téma nagyon sokszor a szegénység, az emberi kiszolgáltatottság, a társadalmi különbségek, tehát nem véletlen, hogy ő lett a népírók mozgalmának az egyik fő vezéralakja, mert egész életében szívén viselte az egyszerű emberek, a társadalom alján lévő embereknek a sorsát, és nem csak írt róluk, hanem nagyon sokszor tett is értük, tehát olyan társaságoknak volt a tagja, ahol ezekben a, az ügyekben tenni tudott, és tulajdonképpen ez az egész csibe sztori is arról is szól, hogy lehet, hogy ez a sztoria a, a a szabadsághídról nem igaz, de nagyon sok szempontból tényleg megmentette az életét Csibének Móric, és, és egy új életutat adott ennek, a, ennek az egyszerű lánynak. És még visszatérve a prózájára, amellett, hogy, hogy nagyon egyszerű, és nagyon logikus, nagyon sokszor metaforikus utalások is vannak benne, ezeket majd megint csak a konkrét ö, szövegek elemzésénél fogjuk látni. És ezt a diát már csak ide villantom a legfontosabb műveinek a nagyon szubjektív listájával. Természetesen ez nem teljes, hiszen nagyon sok, nagyon nagy a Mórici életmű. Itt kiemelném azért az Isten háta mögött című regényét, ami Flaubert néjának egy ilyen nagyon érdekes magyarosított változata. Hát a légy jó, mint találig, ott valószínűleg nagyon sokan ismeritek. Az én magán véleményem az, hogy ennek a szövegnek a tragédiája az, hogy egy gyerekkönyvként került be az irodalmi kánonba, mert nagyon nem az. És a legfontosabb novellák. Jó, így is megint túl mentem a saját magam számára ö, állított időkereten, de most a végére értünk. Sziasztok!